Az adai Bajusz Gábor munkájából kifolyólag is szereti az állatokat, ugyanis állatorvos. Saját lovai is vannak, de ezúttal egy barátja lovával indul a vágtán. Margóval nagyobb esélyt lát a győzelemre. A 6 éves keverék kancával Hódegyháza színeit képviselik majd. A versenyre most úgy tudunk felkészülni, hogy egy Gyarmat István barátom besegít nekem az edzésekben, mivel nekem elég kevés szabad időm van, így közösen folyik a felkészülés, de én is nagyon bízok benne, hogy így is jó föl tudjuk készíteni, és megfelelő eredményt el fogjuk érni, ami ki van tűzve. Bajusz Gábor számára a lovaglás igazi kikapcsolódás. Amikor van egy szabad fél órája, felpattan a lóra és irány a természet. Hosszabb túrákon is szívesen részt vesz. A régebb óta foglalkozom a lovaglással, ez a második nemzeti vágtáj, amit részt veszek, de emellett vettünk már részt hosszabb túrákon is, a hetes túrákon, ugye 300-350 kilométereket lovagoltunk egy hét alatt, tehát ez a napi 50 kilométerek, ez egy nagyon szép dolog, élmény, ezt ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki napi 8-9 órát lovagolni, ez tényleg egy olyan élmény, amit az ember még nem él át, addig nem is tudja elképzelni, milyen szép meg jó dolgok ezek. Gábor ezúttal nem a saját lovával indul, hanem az adai Gyarmat István kancájával. A tulajdonos azt mondja, megbízik a lovasban. Itt ez, amit én hajtok innen ebből az istállóba, ez egy bértartásos ló itt nálam, és akkor szerették volna azok, a tulajdonosok, hogy én hajtsam, és akkor ezt így adottam a Gábornak, aki besegít nálam, itt az állatorvosom, ha valami probléma a lovakkal, vagy vérvétel, vagy valami, és akkor ezt ő csinálja, én meg így adottam a lovat, hogy kölcsön hajtani. A hátam mögött álló Margó edzett ló, ugyanis már többször is részt vett a vajdasági lovastúrán. Ezen kívül nap mint nap munkára is fogják, és éppen ezért 20-25 kilométert is megtesz naponta.